Sziasztok! Itt ülünk egy Kia Ceed-be, és egy váltó gombot fogunk cserélni, mégpedig azért, mert hát nem a legszebben néz ki. Nem azt mondom, hogy nem katasztrofális, de mindenféleképpen cserére érett. Kicserélni elég könnyű, már látjátok, az egy kicsit csaltam, hogy itt kipattintottam. Nem könnyű innét kipattintani, de nem egy lehetetlen, úgyhogy ezt itt kipattintjuk körbe. Látjátok, ezek a fülek fogják, nem olyan vészes, és akkor gyakorlatilag csak annyi dolgunk van, hogy megfogjuk és letekerjük az egészet, úgyhogy nem egy nagy vacizdasz. Arra kell vigyázni, hogy ugye itt van ez a nyomogombos valami, hogy ez ne essen szét, tehát lehetőleg úgy próbáljátok tekerni, hogy közben be van nyomva, és akkor, ha minden jól megy, akkor, és letekeritek, akkor ez így le fog jönni. És le is jött. Ugye látjátok, itt ez a oldó mechanizmusa van. Ezt ugye nem adják hozzá, tehát ezt nem tudjuk cserélni. Addig visszarakom ide. És azt egy gyakorlatilag csak így mondhatni, hogy így leemeljük ezt a részét. Hát a rugó az természetesen az megy át, majd az újba. Itt rendeltem egy újat, aminek elméletileg, ha minden jól megy, akkor jónak kell lenni, és reménykedek. Legalábbis ránézésre úgy néz ki, hogy jó. Nagyon hasonló, megvan a rugónak is a helye. Úgyhogy, hát és az azért sokkal szebb és kultúráltabb, látjátok. Na úgyhogy gyakorlatilag ezt a rugót áthelyezzük, és utána megpróbáljuk az egészet fölcsavarni. Na de a zsírt nem sajnálták a kiások belőle, úgyhogy megpróbáljuk most oda azt ott beleilleszteni a rugónak a másik felét. Kicsit masszívabban állt egy gyáriba, ez egy kicsit gyengébben áll, de mindjárt majd... Hát ugye két kéz kell hozzá, úgyhogy ezt nem tudom venni, de hát egyértelmű, egyszerűen csak össze kell pattintani a kettőt. Összepattintottam, ugye így kell ennek összemennie, csak hát félkézzel lehetetlen, meg hát ugye tiszta zsír minden, mondom, nem sajnálta tőle a Kia. És innentől kezdve egyszerűen csak föl kell tekerni. Tekerjük föl. És mikor föltekertük, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy visszapattintjuk az egészet. Leellenőrizzük, hogy működik-e megfelelően. És látjuk, hogy nem. Valami nem jó. Na, egy kis barkácsolással sikerült megoldanom, de nem lett. De még is mondhatnám, hogy nem süllyed eléggé be. Itt, tehát ez nem megy teljesen rá. Hát ennyi a különbség az utángyártott meg a gyári között, de végül is teljesen jó, megfelel a célnak. Úgyhogy kész van. Jó lett, még annyit csinálunk, hogy kipróbáljuk a sebességeket, hogy rendesen veszi el. Egyes, és a lükvercet. Jó, tökéletes, jó lett, szuper, végeztünk.